Az utóbbi három mérkőzésünkön egy góllal tudtunk diadalmoskodni, azért is három pontot adnak. Hogyha ma tudunk nyerni egy góllal, akkor nagyon fogok örülni, de szeretném azt, hogy jobban koncentráljunk a helyzeteinknél, mert rengeteg helyzetet, zicsert hagyunk ki, ami miatt akár előbb is eldönthetnénk a mérkőzéseket. A Veszprém jelenleg az első helyen áll, igazából nekik félnivalójuk tőlünk szerintem nincsen. Próbálom a A Studio Futsal Nyíregyháza csapatának egy kis arculatot adni, tehát a 12. mérkőzésünk következik az NB1-be, próbáljuk gyakorolni, mivel majd a rájátszásba a bemaradást ki tudjuk harcolni. A 8. helyen álló Nyíregyháza otthon 5-1-re kikapott a Veszprémtől az első fordulóban, és a Bakonyban is Fehér Zsolt csapata volt az esélyes. A lista vezető a 12. percig nem tudott betalálni, ekkor viszont a második élvonalbeli gólját szerző Kis Milán megtörte a jeget. Megkapjuk az első gólt, és egyszerűen biztos, hogy 30-40 másodpercen belül megkapjuk a másodikat. Na és onnan olyan gödörbe kerülünk, hogy hiába cserélek, hiába próbáljuk rendezni a sorokat időkéréssel, egyszerűen nem tudom, mi történik akkor. Jó lenne egy 15 perces szünet nekünk, és akkor újra rendeznénk, hát sajnos ez nem az a kávéház, itt kegyetlenül kihasználják a hibáinkat. És ez ma is így történt az első félidőben. A veszprémiek legeredményesebb játékosa tondúplázta meg a hazai előnyt, majd a 18. percben az első élvonalbeli gólját jegyző Ábrahám Boton növelte 3-0-ra a különbséget. Büszke vagyok a csapatra, és büszke vagyok mindenkire. Köszönöm a mesternek, hogy megadta nekem a lehetőséget, hogy élhettem ezzel, hogy rúghattam egy gólt. A harmadik gólnál nagyon kijöttem a kapuból, és nem értem vissza időbe. Azt abban úgy gondolom, hogy abban van nekem is saram. A többiben nem gondolom összességében. Sajnos nem tudtam én is segíteni a csapaton eléggé, kevés volt. A 19. percben Ton megszerezte 13. gólját is a bajnokságban, így a Nyíregyháza ugyanúgy 4-0-ás hátrányból kezdte a második félidőt, mint az előző fordulóban a Kecskemét ellen. A második félidőben viszont dicséret illeti a Nyíregyháza gárdáját, nem csak ellenünk, hanem az elmúlt mérkőzéseken is, akár mondhatom a legutóbbi mérkőzésen, Kecskeméten is nagyon jól játszottak a második félidőben, és ennek volt köszönhető az, hogy nem tudtunk több gólt szerezni, vagy nem lett nagyobb a különbség a két csapat között, de nagyon örülök annak, hogy a fiatalok ilyen sokat tudtak játszani, hogy gólokat szereztek, és hogy hétről hétre fejlődnek.